Meg a táskám, de szenvedek még egy picit az ajtónak a zárját. Közbe abban emlékek, hogy a busz már megkéstem. De egy baj van vele, hogy simán elértem. Ez akkor jön a busz meg be, amikor én kiérek. Szerintem akkor is ott lenne, ha 20 percet kések. Pedig egy igazolás simán megoldotta volna a gondom. Látos voltam majd a dokinak, ezt mondom. Benyitott az ajtón és már a suliban vagyok. Jönnek a könyvek és jönnek a lapok. De megkérdezem a havertól, hogy mi az első oka. Ő meg azt feleli, hogy nyelvtan dolga. Ilyenkor a szívom kedigett és nem tudom mit tegyek. Megkapom a cuccomat és inkább hazamegyek. De nem, a füzetem a padba beleteszem. Megfogom és onnan majd a jó választ kilesem. De mi van, hogyha rájön, hogy a padban van a puska. Kicsit magam alá nézek és már egyből tudja. Bepillan a karom és kidob a napdóból a széle. Mettegető szint talán csak önén tette félre. De a vége van a dolgának és megúszom ezt éppen. Megígérem Istenem, tanulok egész éppen. Minden kis ami alapüzetemet lapozom. Az egész évi anyagot simán bemagolom. Amikor nem tanulok, akkor szólítanak el. Amikor tanulok, akkor a tanár rám sem figyel. Pedig már úgy jelenkezek, hogy a padom majd kiesek. Ukráját a székel, hogy észre bennyem, vagy mit tegyek. Végre felszólít is egy olyan kérést ad nekem. Hogy ezzel nem is érdemes pörgetni az eszem. Én megtömök mondat, a válaszolok neki. Ez itt az élet és ez az iskola. Nem akar csúcsos jobbra lenni, akkor figyelj oda. De mikor az egy csikipadba rüssz és előtt meg a tétel. Megpillantod alapot és aztán a rúgrőzzel. De néha jó a suli, mert van benne egy kis buli. Hogyha nagyon cikizni akarsz, annak van a buli. Ez az önkijelöltje, dohányzása. A nagy megnyugvás tapaszt, ez kell az önkorlátozása. Ilyenkor elmúlik a rossz és nincsen benne stressz. Nem leszel majd véges, mert van tesz, ami lesz. Tudom, hogy a padból rá hozzád ülni durva. De lassan vége van a napot, akkor nem kezdődik újra. Sülik a minden napozunk meg és elveszi a figyelmet. És azzal foglalkozott, csak ne az órára kelljen figyelmet. Néha megbeadod, hogy rosszul érzed magad. És a szülőnek azt mondod, hogy befájdult a hasad. Na azért néha a suliba nem állt egy kis rongás. Mert addig azt szól, ameddig akarsz jó a kikapcsolódás. Nincsen suli, nincsen írás, nincsen élesztő. Nincsenek unalmas órák, ami már egy kibesztő. Főleg egész nap azon a kényelmetlen széken. Tőlük jobbra balra valaki nyelmes, hogy sem érzem. A dolgozhatók közben meg is zanok, mint egy állat. A tudna meg csak legültik a tintamák kiszállat. A lapomat meg teljesen ellepi az ügyesség. Ez nem olyan, mint az eső, hogy jár benne az ügyesség. Csak unalom, meg olvasás, meg tanulás, meg írás. Azzal nem ér semmit, ha itt nagy a tehervírás. Mert itt benne a fejedbe is nagynak kell lenni. Hogy 8 oldalán 4-es, simán betüntetni. De végre itt a péntek, eljut a hét vége. De tanulás csak elkülcsem az időt a fenébe. Ez itt az élet, én is ez az iskola. Ha nem akarsz utca söpről lenni, akkor figyelj oda. Mert mikor az egy csiki padba visz és előtted a tétel. Megpillantod alapot és aztán nagyot nézel. De néha jó a suli, mert van benne kis buli. Hogyha nagyon cigiz ki akarsz, arra van a buli. Ez az önkijelöltje, dohányzása. Ha nagy meg nyugvást akarsz, ez kell az ongol látodása. Ilyenkor elmúlik a rossz és nincsen benne csak. Nem leszem, hogy ideges, mert na tesz, ami lesz.